az egész világon nagyon szeretik a magyar jazzzenészeket. Pontosan azért, mert megvan bennünk az amerikai jazzzene iránt való áhítat és hagyománytisztelet, és akárhonnan is nézzük, van egy olyan jó kis kelet-európai íze annak, amit mi tudunk. A Lakatos Tóninak, aki egy nagyon jó híres magyar szaxofonos, mondták egyszer, és ez egy nagyon fura sztori, hogy ő saját bevallása szerint borzasztó boldog volt egy jazzfesztiválon, és úgy gondolta, hogy leszakszavarozta a csillagos eget, és akkor Amerika volt, hogy a fal adja másikat, és megveregették a hátát, és közölték fel, hogy hát igen, Tónikám, ezt szeretjük benne, ezt a kelet-európai ízt. Kicsi lány, kicsi lány, mindig hallgatsz majd, ugye rád? Kicsi lány, kicsi lány, mindig figyelsz majd, ugye rád? Figyeljen, szép legény, és tudja meg! Igen. Beszélet köztünk sokról, csak egyről nem még fönnáll lecsapat. Épp úgy, ahogy beszélni nem szabad, akasztott ember házában hurokról. És mi az? Nézzel! Értettük? Ezt a szót nem ejtjük ki soha, mert ő bejön, s magácskát összevágja. Családban elsősorban a billentyűs hangszerek érvényesültek, de a következő generációban már többnyire fúvós hangszerek is bekerültek. Én vagyok a részfúvósok képviselője. Vannak azért gazdasági szempontok is, tehát nem célszerű egy koncerten egyetlen egy számot azért választani, mert ott mindenki van, és a többiben még sokkal kevesebben. Még mondjuk a klasszikus zenében nagyon sok ideig egyedül gyakorol egy gyerek. Nálunk a népzenében már tényleg fél év eltelik, és az a lényeg, hogy együtt muzsikáljanak a gyerekek. Nyilván a nád az egy nagyon lényeges eleme a hangszernek. Ilyen nádat bárki készíthet otthon magának? Hát bárki azért nem, ez vannak bizonyos módszerek, de tulajdonképpen a tárogatóra egy sima klarinét nádat rá lehet rakni, tehát nincsen különös nádja. Ez arra való, hogy azt a kis fa oszlopot, ami összeköti a tetőt a háttal, azt bele tudjuk állítani ebbe a dobozba, arra használjuk ezt a kis szerszámot. ban mint fiatal segéd szabadultam Budapest egyik utolsó tradicionális hangszerkészítő műhelyében. Nagyon szeretem a régi hangszereket, szeretem az újakat is, de valami miatt közelebb állnak hozzám a régiek. Berliner a gramofont egy olyan szerkezetnek szánta, amely eljuttatja a nagy közönség részére a rögzített hang által elérhető művészetet, és megoldotta a gramofon lemezek tömeggyártását. Tahiti szigetén van egy olyan szokás, hogy egy hatalmas nagy gödröt ásnak, ebbe a gödörbe parazsat tesznek, és teledobálják húsokkal, és betemetik, és hát ők tudják, hogy mennyi ideig kell táncolni, meg jól érezni magukat ahhoz, hogy ezek a húsok megsüljenek. Közben ilyen zenét játszanak, mint amit mi fogunk játszani.
rengeteg energia, rengeteg munka kell ahhoz, hogy ezeket a hangszereket az ember előteremtse, mert például ezt tényleg büszkén mondom, hogy ezt mind-mind a saját erőnkből értük el. Ez a műfajhoz illik a motor. Hát persze. Mindenféleképpen ez ilyen autós motoros zene, de azt mondjuk, hogy ebben benne van a szabadságkézés. Tehát igazság szerint nekünk az ott család, rock and roll, pecázás, ha pecáznánk, motorozás, ha motoroznánk. Sör, viszki. Sör, viszki. Amikor pályakezdő voltam 20 éves koromban, ugye marha jól néztem ki, azt mondják a csajok is, mai nagymamák. Nagy szerencsém volt, hogy a megjelenésem és ez a különleges zene összefonódott, és így ki tudtam tűnni a sok ezer akkori magyar kiváló rockzenész között.